Sziasztok! Ebben a videóban az Armor Standekről fogok egy kicsit beszélni. Néhány ötletet akarok róluk mutatni, meg azt is megmutatom, hogy hogyan lehet őket használni. Na, az egyik dolog az, hogy az Armor Standek ugye tudnak magukon hordani dolgokat, és ezt nagyon jó ki lehet használni a díszítésre, vagy amivel például most mutatok, plusz funkciót belevinni blokkokba. Ez például most konkrétan arra gondolok, hogy van itt ez a könyvespolc, ebben most van egy könyv. Ugye alapvetően nem lehet a könyvespoltba sajnos semmit rakni, de Almostan segítségével én most elrejtettem bele egy könyvet, tehát jobb gomb, és megkapom a könyvet. Jó, ez most nem lehet kinyitni, élesben egy kalandpálya nyilván olyanra csinálja az ember. Ugyanúgy ez a láda, itt is van egy armor stand, ebben most csak egyetlen egy tárgyat lehet ugye belerakni. Jobb gomb, akkor kiveszem. Most így kreatívan nem látszik, szerintem át kéne váltanom. Így. Ugye most így visszaadtam, beleraktam. Egyébként hátulról kinyitható. A trükk az az, gyorsan megmutatom, hogy látszik, hogy kilóg az armor stand egy kicsit. És akkor így a játékos nem éri el a ládát, hanem az armor stand-re használja a használ gombot. Szóval, például nagyon jól lehet használni díszítésre is ezt az elemet, nem csak így elrejteni tárgyakat a blokkokba. Például itt az üllőre raktam egy kardot, ezt is ugyanúgy föl lehet venni, ha eltalálom, és vissza lehet rakni. Csak ez ugye kreatívan másolja. Az ágy alá elrejteni dolgokat, például itt egy papír fecni, ez lehet valami fontos szintén. Vissza is lehet rakni. Lehet kitalálni növényeket. Ez most itt csont. Egy aranylapát, meg egy répás horgászbot. És akkor számtalan dolgot lehet, tehát annyi mindent lehet, tényleg csak kreatívnak kell lenni. Nagyon persze türelmesnek kisakkozni, hogy legyen. Úgyhogy gondoltam, hogy nem tudom, hogy lehet egy ilyet előállítani, hogy mennyit kell szórakozni vele. Itt a kódot előre beírtam részben. Tehát megidézünk egy armor standet, egyelőre most ide, majd a helyet is kikísérletezzük. No gravity az ugye, hogy nincsen gravitáció, tehát ott fog állni a levegőbe, ezt is érdemes beállítani. Show arms legyenek kezei. Disable slot, ez azt lehet megmondani, hogy milyen műveleteket lehessen rajta végezni. Ehhez én egy programot ajánlok, ki fogom linkelni a leírásba, ami kiszámolja nektek, hogy mi az a szám. Tehát milyen műveletek vannak. Ugye van neki head, chest, most angolul mondom, leg, meg food, vagy foot, meg a kéz, a hand slotja, és azokba lehet tenni tárgyat, ki lehet venni, és cserélni lehet. Tehát az öt slottal háromféle művelet van, és ezzel a számmal lehet elintézni, hogy most milyen műveletek. Nos, konkrétan ez a szám azt tudja, hogy a kezében lévő tárgyat lehet hozzáadni, elvenni és lecserélni. Ezeket tudja. Ez a szám. Én sem tudom kiszámolni, is programot használok. De egyébként megvan a logikája. Aztán a pose tag, amivel ugye lehet mozgatni a testrészeit. A right arm abban tartja a tárgyat, most csak azt fogom átírni, és egyelőre még ne legyen láthatatlan. Itt lesz, ez nem jó. Ja igen, azt nem mondtam, mit akarok. Ennek a tökfejnek akarok zöld haját, ami fű lesz. Igen, egy kicsit elrébb. Z-ment egy tengén, egy kicsit arrébb. Mondjuk elírtam. Mondjuk egy féllel. Nem, elég lett volna egy egész is. Most hogy van a haj? Na most úgy van a haj, hát ez nem valami jó. Kéne forgatni. Most csak az egyszerűség kedvéért csak a kezét fogom, az armor standet. Valószínűleg egyszerűbb lenne, ha elforgatnám. De most csak a kezét. Aha, most arra áll. Ellenkező irányba kéne. Most erre, és akkor most így fölfelé kéne, az fogalmam sincs. Én sem tudom megjegyezni, most melyik szám melyik. Aha, azt hiszem eltaláltam, csak megint rossz irányba. Aha, na ez már kezd úgy állni. Most lejjebb kéne az egész armor standet.
Menj egy blokkal. Próbáljuk egy blokkal lejjebb. Hopp, igen. Benne van a blokkban, és akkor nincs, nem kap fényt szegény, és akkor én sötét lesz. Kár. Na. Próbáljuk meg ennyivel. Ha még mindig benne van. Még már lebeg a fű. Jó, hát akkor azt csinálom, hogy elrébb hozom. Nem is tudom melyik tenger, X. Na itt már jó, itt már nincsen benne. Szóval ilyen kísérletezgetős a dolog nekem is, én se tudom így IQ-ból hopp odarakni pont. Sajnos. Jó lenne pedig. Hát jó, ez egy fekete hajó lesz. Sajnos. Akkor ezt gondolom maradott ahol van. Aha. Jó, akkor már csak egyetlen egy dolog maradt. Láthatatlanná tenni. Ja, meg legyártani. És akkor van egy fekete hajú tökünk. Jó, hát ezt a pályát is kirakom leírásba. Le lehet tölteni, lehet ismerkedni. És legyetek kreatívak. Fú, tök jó lenne ilyen képeket kapnék. Ja, ez tetszik. Most ihletet kaptam. Ilyen képeket, ahol az Armor Standet valami tök jó dizájnos dizájnra felhasználtátok, ahol tök jó díszítetek vele. Ja, küldjetek ilyeneket, és akkor csinálok egy válogatást a legjobbakról. Ez tök jó lenne. A kézikönyv óvjam.